A hideg idő beálltával egyre többen veszik igénybe a hajléktalanok menedékházának szolgáltatásait. Jelenleg teljes kihasználtsággal működik az intézmény. A lakóknak van a nappali melegedő, amit a napközbeni tartózkodásra szolgál. Itt mosási, tisztálkodási lehetőséget vehetnek még igénybe. Akkor a népkonyhánk van, amit ahol naponta egyszeri ebédet tudnak igénybe venni, ez egy levest és egy másodikat foglal magában. A Tatabányai Utcai Szociális Segítő Egyesülete szokott így kijönni, így az utcán tartózkodó hajléktalanokat szokták így felkutatni, hozzánk is bejárnak, és akinek szükség van, annak segítenek tartós konzervvel, vagy ruhaneművel. Mire lenne szükségetek itt a hideg időben? Hát főképpen plédekre, törölközőre, tartós élelmiszert azt szívesen fogadunk, vagy alsónemű, zokni, amik nagyobb hiánnyal vannak nálunk. A koronavírus járvány miatt elmarad a karácsonyi ünnepség. Igyekeznek mindent megtenni azért, hogy elkerüljék a fertőzéseket. Az épületbe lépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés és a lázmérés.